Az élet vereséget szenved a haláltól, de az emlékezet megnyeri a csatát a semmi ellen. Tisztelt honfitársaim! Cvetán Todorov, a bolgár francia filozófus, a nemzeti és nemzetközi szocializmus diktatúrája által okozott mérhetetlen nyomorúság és szenvedés jó ismerőinek gondolatával köszöntöm Önöket. Emlékezni jöttünk, hogy felvegyük a harcot a semmi ellen. A semmi ellen, az ellen az iszonyatos vákum, hiány és üresség ellen, amit a sztálini diktatúra mészárlásai teremtettek meg Kárpátalján, a kárpátaljai magyarság körében. Ma emlékezni jöttünk a kárpátaljai magyarok ellen 69 esztendővel ezelőtt elkövetett tervszerű kommunista népirtás és etnikai tisztogatás áldozataira. Több mint 10 000 elhurcolt magyar férfi, több ezer megerőszakolt és meggyalázott magyar nő, több mint 10 000 szétroncsolt magyar család, több mint 10 000 árvaságra szánt magyar gyermek. Egyetlen bűnük volt, magyarok voltak. Történt mindez 1944-ben, annak a kommunista vörös csillagnak a jegyében, amely jelképről 2012-ben a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság azt állapította meg, hogy a horogkereszttel ellentétben azért nem büntethető a használata, mert a vörös csillagnak többes jelentés tartalma van. A kárpátaljai magyarok számára is többes jelentés tartalma volt. Kint, szenvedést és halált jelentett. Azért emlékezünk magyar áldozatainkra, mert sem ők, sem túlélő hozzátartozóik az elmúlt 7 évtizedben a külvilágtól semmiféle anyagi vagy erkölcsi elégtételt nem kaptak. Az emlékezés az egyetlen elégtétel, amit megkaphatnak. És ezt az elégtételt csak mi, mai magyarok adhatjuk meg nekik. Jószerével az egyetlen elégtétel, amit még adhatunk nekik. Azért is vagyunk ma együtt a Nemzetházában, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mert hisszük, hogy a bűn nem akkor teljesedik be, amikor azt elkövetik, hanem akkor, amikor kényszerből vagy gyarlóságból megtanulunk együtt élni a korábban elkövetett bűnnel. És mi, mai magyarok, nem akarunk együtt élni a 20. század bűneivel. Sem azokkal, amelyeknek elkövetői voltunk, sem azokkal, amelyeket ellenünk követtek el. Mi, mai magyarok, a 21. században tiszta lelkiismerettel szeretnénk élni. A kárpátaljai magyarok elleni népirtás a kommunista ideológia álcája alatt zajlott. Urak, papok, szaladjatok, ti parasztok, maradjatok. Így szóltak a Vörös Hadsereg felderítő egységeinek a kárpátaljai magyarság között szétszórt röpcédulái. Aztán következett a valóság, az ideológiai álca valójában a faji leszámolást, a magyarok elleni etnocídiumot volt hivatott leplezni. A kárpátaljai magyar férfiak csak akkor kerülhették el az elhurcolást és a halált, ha szlováknak vagy ruszinnak vallották magukat. Ha így tettek, önkéntesekként beléphettek a Vörös Hadseregbe, vagy az első csehszlovák hadtestbe, igaz az utóbbiba csak akkor, ha képesek voltak csehül vagy szlovákul hibátlanul elmondani a mi atyánkot. Megtorlásként emlegetik mindazt, ami akkor történt, holott ez nem megtorlás volt. Itt is miként először a Szovjetunióban, majd a fegyver jogán készhez vett Közép-Európában a szocializmus társadalom átalakító törekvéseit valósították meg. Kiirtották vagy elhurcolták a fölöslegesnek ítélt embereket, hogy a múltat végképp eltörölve egy új, igazságosabbnak hazudott társadalmat építsenek fel. A létező szocializmus ára mindenütt ez volt a világon, Kambodzsában és Észak-Koreában, Mao Tse-tung Kínájában és Kubában. Egész csoportok, társadalmi osztályok és nemzetiségek legyilkolása a rendszer elidegeníthetetlen része volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Emlékeznünk kell, hogy láthassuk a sorsunkat, miként kötötte össze ez a tragédia. Miként kötötte össze a magyarság sorsát a szocializmus terrorrendszerét elszenvedő valamennyi néppel és nemzettel. A szójvai haláltábor az nekünk, mint a lengyeleknek a Katinyi erdő, az ukránoknak a holodomor következtében minden falu, az oroszoknak megszámlálhatatlanul sok erdő, rét és mocsár hatalmas országuk meg annyi szegletében. Soha semmilyen engedményt nem tehetünk a diktatúrának és szellemi örököseinek. Soha semmilyen engedményt nem tehetünk annak a szemléletnek, hogy bárki meggyilkolható egy nagynak mondott cél egy eszme kipróbálása érdekében.
Tisztelt honfitársaim! Jövő évben lesz 70. évfordulója a kárpátai magyar népirtásnak. Sztálin nincs, vörös hadsereg nincs, Szovjetunió sincs. De a kárpátai magyarok túléltek és megmaradtak. Ma egy független, magát demokratikusnak valló Ukrajnában élnek, amely az Európai Unió szomszédságában uniós társult tagságra vár. Mi magyarok, akik a kommunista rendszer bukása után 14 esztendőt vártunk az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig, pontosan tudjuk, hogy Ukrajnának nagy erőfeszítésekre lesz szüksége ahhoz, hogy sikerrel célba érjen az Európai Unióba vezető úton. Őszintén kívánjuk Ukrajna sikerét, mert az magyar érdek is. A benesi dekrétumok jogi hatájának fenntartásával a kollektív bűnösség elvét fenntartó Európai Unióval kapcsolatban azonban erkölcsi értelemben nekünk, magyaroknak már nincsenek illúzióink. Ezért tartjuk Ukrajna számára elsősorban józan önérdek és önbecsülés kérdésének a kárpátaljai magyarság megkövetését, mert nem lehet erős gazdaságilag és politikailag egy állam, amely morálisan egyébként erőtlen. Amikor rehabilitációt kérünk az áldozatoknak, a krími tatárok példája szerint azt kérjük az ukrán államtól, értékelje az áldozatok szenvedését, és ezzel tegye újra otthonukká azt a földdarabot, amin éltek és haltak. Amikor tiszteletet és bántatlanságot kérünk emlékműveinknek, nem kérünk semmi olyasmit, ami ne illetne meg minden népet és nemzetet bárhol a világon. Amikor magyar nyelvű tankerületet kérünk a kárpátaljai magyaroknak, nem kérünk olyasmit, ami ne járna minden szabad embernek. Tiszteletet adni és erkölcsi elégtételt nyújtani sohasem gyengeség, hanem az erőjele. Kérjük az ukrán állam vezetőit, legyenek tehát erősek és nyújtsanak erkölcsi elégtételt a kommunista népirtások áldozataiért a kárpátaljai magyarságnak. Tisztelt emlékezők! Történészek feladatot kutatni és bemutatni a túlélők lehetősége személyes tanúságtétellel felidézni a kárpátaljai magyarság 1944 utáni kálváriáját. A mai magyar politikusoknak az a feladata, hogy a magyarságot többé soha, sehol, semmilyen körülmények között ne érhesse olyan csapás, mint amilyen a kárpátaljai honfitársainkat érte. A mai magyar fiatalok feladata pedig az, hogy éltessék az emlékezetet. Emlékezzünk közösen. Emlékezzünk, hogy méltóak legyünk az előttünk járókhoz, és megtaláljuk az egymáshoz vezető utakat magyar és magyar, ember és ember között. Az emlékezet megnyeri a csatát a semmi ellen. Köszönöm figyelmüket!